ismeretlen az, amikor az én nyakamban nem basszusgitár, hanem sima gitár van. A tankcsapda első három évében, és ez még a legjobb méreglemeznél is így volt. Bármilyen furcsa is én volt ebben a zenekarban a gitáros. És hogy ezekre az évekre emlékezzünk egy kicsit. És minden éppen ma este van annak 20 éve, hogy megjelent a legjobb kibaszott méreglemez. Eljöttünk nektek ide ma estére egy srácot, aki annak idején a tankcsapda alapítója volt. A színpadon tőlem jobbra. Lovely! És mivel nem csak a legjobb érem volt közös gyermekünk, hanem annál sokkal korábban is csináltunk már dolgokat. Legyen itt az első közös dal, azt mondjuk, hogy egy utolsó slók kis vége, cigarettán elé. Sziasztok, ez itt a Bandana első adása, nem mással, mint Tóth Labonc Attilával, akit Labi néven ismer a rock szakma és a fél ország. Labikát nagyon szeretjük, nagyon tiszteljük, és egy új projektben van benne, ugye, mert ő tankcsapda alapító tagja volt, mint az köztudott, és bármikor elmondjuk. Ám de valami más miatt kérdezzük először, hát Labikám, bele nyúltál slamasztikába. Mi volt ez? Hát tulajdonképpen egy gyors rosszulét kapott el hirtelen, nem tudtam, hogy asztmás vagyok. Ez kiderült egy ilyen örökletes betegség, és 40 évig rácigiztem erre a kis asztmára. Aztán egy fonalgomba úgy gondolta, hogy szeretne bulizni ott bent a tüdőmbe, mert nagyon jó kis tüdőm van. Aztán összehívta a haverokat, buliztak egy jót, és ez odafajult ez a kis fonalgomba buli, hogy elveszettem az eszméletemet itt a lakásban egy keddi este, és a feleségem hívta rám a mentőt, akik elvittek a sürgősségre, majd jó két hetet töltöttem el a tüdőgondozónak az intenzív osztályán, és most már újra itt vagyok, úgyhogy minden szuper, gomba oda. Gomba ide, gomba oda. Azt gondolom még megmarad. Mondjuk a cigit azt ledobtam, de azóta jól érzem magam, úgyhogy minden oké. Hál' Istennek, az hogyan történt meg, hogy valaki 40 évig asztmás és nem tud róla? Ez egy ilyen lappangó asztma tulajdonképpen, egy örökletes dolog. Hát jó, köhögök, aki nem köhög, az ugye... Az már nem élt. Az már nem élt, tehát köhögtem, néha kicsit nehezebben vettem a levegőt, de hát tudod, kemény rocker gyerek, megy és csinálja, meg munka van, meg meló van, meg dolgozás, úgyhogy igazából nem foglalkoztam ezzel, bevallom őszintén. Kicsit így utólag bánom, mert azért két lábon jobb lett volna bemenni, kivizsgáltatni magam, de azt gondoltam, hogy kis köhögésből nem lehet semmi baj, hát lehet. És arra gondoltál, hogy egy kis bagózás miatt van, hát mondjuk nem olyan kicsi bagózás, de hogy a cigire fogtad, vagy fogtál, hát, tulajdonképpen... amikor még nem tudtad, hogy ez az? Tulajdonképpen igazából közrejátszott az is, hogy azért voltam én orvosnál, tehát láttak engem, és mennem kellett volna további vizsgálatokra, nem mentem, nem akarom ezt nagyon bonyolítani a történetet, kaptam egy gyógyszert, nem jó gyógyszert kaptam, nem jól diagnosztizáltak először, hogy mi a probléma, és ugye egy rossz gyógyszert szedtem, amit hiába szedtem, azt gondoltam, hogy jobban vagyok, nem lettem jó. Tehát így sok tényező tette össze, senkire nem akarom ráfogni, igazából én vagyok a hibás, tehát bevállalom, hogy azért hamarabb el kellett volna mennem, meg kicsit jobban oda kellett volna figyelnem magamra. És a tüdődben lévő parti harmadik résztvevője, ez a gomba, ez honnan érkezett, vagy hát, mit kell? Tulajdonképpen ezt belélegezzük mindannyian, tehát ez ott van a fürdőszobában, a lakásban, a munkahelyen, ez bárhol lehet, ott van mindenkinél. Tehát ezeket kerülni kell. Nem tudod elkerülni. Lakást és ja, igen. Így, ha tudod, kerüld el. Tulajdonképpen elkerülni nem tudjuk. Aha. Ezek be vannak, amikor meggyengül a szervezet, mert közben még jöhetett egy influenza, bármi, akkor ők hirtelen gyorsan megtalálják ott a kis kapukat, és akkor betámadnak. Na, és akkor jönnek. Végül, megmondom őszintén, nagyon sok vizsgálaton estem át, tulajdonképpen unblock teljesen jól vagyok, tehát minden olyan tényező megszűnt, ami ezt az egészet így berobbantotta, mint 9-11-et tulajdonképpen, úgy jártam ebbe az eseménybe, és most már teljesen jól vagyok, ugyanúgy, mint az előtt 20 éve, úgy érzem magam.
És akkor ott volt egy ilyen az intenzív osztályon, hogy elvesztetted az eszméletedet, és akkor ott volt esetleg hosszabb idő, amíg nem tudtál magadról, vagy ott már azért összekaptak, mihelyt bevittek? Hát tulajdonképpen effektíve Campes Dolores. Igen? Volt. Tehát egyedül púzuson volt, ami azért egy elég komoly dolog volt, tehát 6 napig én aludtam. És hál' Istennek, nem tudom, hogy minek köszönhetem, ez csupi jó flashem volt, tehát semmi rossz élményem nem volt. Manóskák szaladgáltak körülöttem. Kilépett az bőrbe, a bőröm a skafander. Elmaradt mögöttem már, rég a naprendszer. Jöttek, mentek, mindenki tök cuki volt, aranyos volt. Megmondom őszintén, egy rossz érzésem nem volt, tehát nem volt semmi olyan visszatérő, akár rossz feeling vagy érzés az egészbe, ami úgy később előjött volna. Ott akivel találkoztam, mindenki a mentősöktől kezdve, a főorvosok, a takarítónénik, a személyzet, a betegápolók, mindenki annyira cuki volt, meg annyira kedvesek voltak, hogy el se hittem, hogy vadidegen emberek olyanokat tesznek az emberért, amit kitörölve mindenhol, minden padikűr, menikűr, fodrászat, megborotváltak, tehát minden. Úgyhogy nagyon nagy köszönet innen nekik. Én nem gondoltam, hogy az egészségügy ilyen, hál' Istennek így elkerültem, eddig maximum egy jó fogorvosnál voltam, ahova majd megint mennem kell, mert azért ez a becsövezés nem annyira, a becsövezés jó, annyira nem volt jó. Igazából egy ilyen 3-5 perc volt, amíg ez a cső lement, kijött, bejött, lement, az volt egy kicsit kellemetlen. Ezek a vérvételek, meg ezek már nem számítottak. Az már bagatell volt ehhez képest. Abszolút, teljesen. Mivel hogy régóta ismerjük egymást, és tudom, hogy nagyon jó humorod van, és én hálát adok az Istennek, hogy teljesen jól lettél, és jól is leszel, azért köszönöm. Az a poén csak eszembe jut, hogy 6 napig aludtam, mondom, biztos volt, hogy még 6 napig nem aludtál. Igen, utána furcsa volt, mert... Már nem úgy értem, a korábban, mikor... Ja, értem. Igen. Nem, utána egy kicsit úgy nehezebben tudtam elaludni, valahogy ott nagyon kipihentem magam. Nyilván. És hál' Istennek, ahogy jött ez az egész történet, mindenki azt mondta, hogy van valami védőangyalom, mert 2 hét után így felkeltem, elmentem a osztályra, lezuhanyoztam, jöttem, mentem, úgyhogy effektíve mindenki így csodálkozott, hogy a csávó 2 hétig itt feküdt, aztán utána egyszer csak így felpattantam és mentem, csináltam. Valószínű elég erős a szervezetem, meg a szívem, hál' Istennek, ahhoz az akaraterő, meg éreztem, hogy még nagyon sok dolog van, amit meg kell tennem itt az életben. Meg ugye hát többé mindenki imádkoztak, meg dalokat küldtek, meg energia, meg tudod, minden biztos van, ilyen nem tudom. Van. Biztos van, őrangyalok vannak, minden van, lényeg a lényeg, hogy itt vagyok is, és folytathatom a mellót, amit elkezdtem. Akkor 2 hét után valaki meglátott és nem ismert, azt hitte, itt jön a főorvos úr, annyira patent volt a... Majd csak. Na és van neked egy igazi őrangyalod, a feleséged, na ő ezt hogyan élte meg? Hát szegény azért ott hirtelen, amikor ott hagzó szájjal, ott zöld, lila fejjel ott feküdtem, akkor megijedt. Persze egyből lélekjelenlét mentő hívta. Olyankor cselekszik az ember. Cselekszik, tehát hogy lélegeztetett, közben kijöttek a mentők, ott mindent irányították, hogy mit kell tenni, végig megtette. Nagyon ügyes volt, úgyhogy jöttek a mentők, aztán most voltál fent a lakásban, látod, hogy egy ilyen kovácsolt vas csiga lépcsőn kell felmenni maga a lakásba, még mikor beérünk a lakásba, még ott van egy emeletes, meg egy beépítető tetőtér, mindegy hatalmas nagy lakásban lakunk. Ott fel kellett menni, és nem tudtak lehozni a mentősök, mert nem fért le ezen a kis kovácsolt vas csiga lépcsőn effektíve, és akkor próbáltak lehozni kis ülő alkalmatos, az sem ment, és akkor 3 vagy 4 fogtak össze szomszédokkal, együtt hoztak le az emeletre, úgyhogy az egy kicsit komoly volt, de hál' Istennek időben. De te már emlékszel, vagy már nem? Semmire nem emlékszem, a 6. nap emlékszem, hogy kinyitottam a szemem. Tehát az, hogy én feleségem mondta, hogy kihívom a mentő, adjál már, rokkél gyereknek mentő, adjad már el még sem. Aztán a következő kép, arra emlékszem, hogy egy néni ül, és akkor mondja, hogy nyugodjak meg, itt vagyok a pneumatológián. Úgyhogy... és ez nem egy rock'n'roll helyszín? Úgy értem, nem egy koncerthelyszín. Nem egy koncerthelyszín. Na és mivel bíztattak, mi a jövő, mármint egészségügyileg, miért áttérni még másra? Tulajdonképpen effektíve, amit megállapítottak, az, hogy most voltam kontrollom,
valamelyik nap a héten, két nap, három nappal ezelőtt. Érdekes módon, nem tudom, hogy minden adatom szuper, vérképem, vérsűrűség, vérnyomás, hőmérséklet, tüdőröngelem volt, minden vizsgálaton átestem, minden teljesen szuper. Úgyhogy annyi, hogy ez az aszma megvan, megmondom őszintén, hogy mai napig nem érzem, hogy aszmás lennék, veszem a levegőt, effektíve úgy élek, mint eddig, kicsit persze azért az a két hét ágyba, vagy hát három, azért még a bokrot nem ugrom át, de már azért a italdiszkontba lemegyek egy kólaszörpért, tehát hogy meg ide a teraszra már le tudok jönni. Egyértelmű. Na és miután kijöttél a kórházból, akkor nem volt kérdés, meg nem is volt nehéz a cigit eldobni, mert eszedbe se volt rágyújtani. Nem is kívántad, gondolom. Hát mondjuk ez túlzás. Jó van, ez túlzás. De... Egybagós vagy. Meg a telefonom van, amikor szívjuk, pedig én nem is cigizek, de ne jön veled. Fia, igazából most... Voltál, inkább úgy mondom. Most egy dobott cigit elszívtam egy nap, én azt gondolom, hogy az egy átlag. Tehát, hogy aki bagózik, aki az általában egy csomaggal elszív. Van, aki többet, persze van, aki kevesebbet. Nem érzem úgy, hogy én most láncduhányos lettem volna. Dohányoztam, bevallom, majd a végén átszoktam erre az új ilyen hevítős cuccokra, hogy hát az valamennyit könnyít. Hát valami passzió kell, mert más ilyen élvezet nem talált meg. Úgyhogy ez a dohányzás maradt, de hát most akkor ezt is letettem, úgyhogy majd most valami más élvezet fele fogok parkacsikba. Mondottad, hogy még van egy csomó feladatod ebben az életben. Hát olyannyira, hogy volt a Blues From Hell koncert a Inkognitóban, nagyon szívesen kimondjuk, és innen is üdvözöljük a zenekart és a helyet is. És én ott hallottam, hogy te nem jössz. Igen. És nem olyan kisokból, tehát nem linkségből. És akkor utána én is írtam, de nyilván később válaszoltam, mert akkor éppen nem voltál annyira, de akkor viszont akkor volt az a szép bajszod, amit majd lehet, hogy be fogunk vágni ebbe a videóba, hogy tudják, hogy a kedves nézőink, hogyha nem zavar, az egy nem, pofon. Hát én tettem ugye ki. Volt, így van, te raktad ki, azonban, és volt a kontraszt, hogy azért így most van. Már megint ott van az indián fej, és akkor egyfajtában mindenki rólad beszélt, elmondták a képregényes beszélgetésbe szaszáig, de koncert közben is. Tehát akkora energiát kaptál, szerintem, nem csak általunk, hát biztos, hogy több százan üzentek. Hát izzottak a vonalak, az biztos. A vörös telefon izzott. A vörös telefon, igen, Judit Kámra visszatérve, kedves feleségem, hát ő is azért kapta rendesen az ügyet. Persze, neki írt. Aha. Kapta, hát ugye sokan őt keresték meg egyből, hogy mi van. Én is, amikor már ki tudtam nyitni a szemem, meg tudtam kommunikálni, akkor láttam a 650 bejegyzést, meg kaptam az infókat, hogy mi történt velem, hogy megöltem a feleségem, vagy a feleségem ölt meg, hogy kiugrottam az ablakon. Ilyenek is volt. Minden volt, tehát figyelj, minden, amit el tudsz képzelni. Persze, ez a kicsit a celebségnek is a velejárója. Mindenki tudott mindent, mindenki félre tudott mindent, giliszták voltak, firgek voltak, mirgek voltak, heroin volt, öngyilkosság volt, minden volt, amit el tudsz képzelni. De persze azért is kellett, igazából nem akartam én ezt nagyon kidakni itt a Facebookra, meg nem akartam én ezzel arcoskodni, hogy jaj. Persze, de úgy éreztem, hogy mégiscsak kell egy olyan poszt, amivel azért kiírom, hogy nem öltem meg a feleségemet, a feleségem se ölt meg engem, jól vagyok, minden oké, megnyugodjanak, persze a munkatársak nagyon aranyosak voltak, tehát most persze egy kicsit eltúloztam ezt a történetet, de azért a nagy része pozitív volt, azért szerettem volna megnyugtatni azokat, akik azért nagyon sokan visszaváltak, meg szurkoltak nekem. A 99%-a az embereknek ugye ez történt. Most egy kicsit lesalkítottam az előbb ezt a dolgot, hogy azért nagyon sok minden ment. Úgyhogy a naplóban is megjelentem, hogy életben vagyok, meg hogy minden, úgyhogy minden oké. Oké, szuper. Na és ugye a képregényet most már átérve, mert ezt a témát tovább nevessézzük, mert legjobb úgyis majd el fogod felejteni, már szerintem elengedted, és tök jó, mert jó újjászületni még egyszer, vagy illetve újjászületjük egyszer, lehet, hogy többször, de még egyszer megszületni. Hát miért nyúltad le az ötletemet? Jó, én nem gondoltam erre, csak mikor erről tudtam, megtudtam ezt, hogy te különböző zenészeknek a sztoriait írod meg nagyszerű grafikusokkal és nagyszerű munkatársakkal, akkor azt mondtam, hogy basszus, ez mekkora ötlet. Tehát hogyan jött ez neked?
Egyáltalán mióta dédelgetett álmod ez? Hát most már az elég szép sorozat. Nézd, most már azért úgy növekszik ez a sorozat, hál' Istennek. Igazából nagyon röviden a történet egy nagyon régi kedves jó barátom, a Mester Csaba. Bizony, akit ezúttal Bedlám, is mindezlünk. A Bedlámnak az oszlopos tagja, aki basszusgitáros volt. 35 vagy 40 évvel ezelőtt, mindegy, a 90-es évek elején játszottunk együtt, a Bedlám tagcsapda zenekar, koncerteztünk közösen, tök összehaverkodtunk, egykorúak vagyunk, játszottunk együtt, és ott összebarátkoztunk Csabával, aki utána később ugye ott hagyta a zenekart, én is más irányba mentem, és egy olyan 5-6 évvel ezelőtt újra valahogy megtaláltuk egymást a neten, vagy a cseten, vagy bármi, és hogy rajzol, meg csinálja, meg akkor már úgy csinált ilyen képregényeket az Alice in Chains-nek kint Amerikában, meg ilyen rajongói kluboknak gyártott, a Beatles Múzeumnak csinált képregényt, meg nagyon sok felé indult ilyen grafikus dolgokban. És én csinálok egy másik vállalkozást is közben, ilyen exkluzív fa borítós jegyzett füzeteket gyártunk, és felkértem rá, hogy készítsen arra a borítót, erre a fa határidőnaplók jegyzett füzetekre. Telefontartók. Telefontartók, ilyesmiket csinálunk. Közben az is egy másik vállalkozás, az egy más jellegű történet. Lényeg, hogy készítetted rá, és akkor egyszer így eszembe jutott egy éjszaka, hogy mi lenne, hogyha csinálnánk egy képregényt, ami magyar zenekarokról szólna, és ez volt az isteni szikra. Ez volt egy ilyen szikra, és felhívtam Csabát, hogy mit szólna hozzám, mondta, úzi, tök jó, mondom, akkor hívjunk fel valakit, ismerőst. És akkor a Takács Vilkóval pont előtte héten találkoztunk, volt itt, játszott Debrecenben, mondom, felhívom Vilkót, hogy mi a pályú. Csinálják ezt a Dos Diavolos duót, akkor elő meg a egyenesen a mocsájából a lemezük. Felhívtam, Vilkó, mit szólna, hogyha Zolival? Ó, itt ül pont Zoli mellettem, add már Zolit. Zolit adom, őt is ismerem, mert már dumáltunk többször találkozni. Zoli, mit szólnátok egy képregényhez? Ú, marha jó ötlet, hajrá, csináljuk. És elkezdtük csinálni, írtam egy kis szkriptet, egy ilyen tervezetet, egy sztorit. És akkor Csaba elkezdte rajzolni, elküldtük Vilkóéknak, tetszett nekik, visszaküldték, írtak bele szöveget, mi is írtuk, összegyűltük, és akkor november 19-én jelent meg az első kiadványunk, a Gangsta Zoliékkal, egyenesen a mocsárból, ez volt az első rész tulajdonképpen, ahol Vilkói Zoli történet itt a mocsárban zajlódik, ahogy aligátorokat találkoznak, meg Muddy Waters szelleme, meg hölgyekkel, meg a kartel tagjaival, végül kis balhékkal, mindennel együtt. Úgyhogy nagyon-nagyon komoly visszhangja volt, egy nagyon szép kis sajtótájékoztatót tartottunk neki, egy nagyon komoly helyekre jutottunk el, a Libribe, mit tudom én, hogyha lehet, hogy a reklámhelye, képregény szaküzletekbe, online fórumokon, a Carter Shopba, tehát nagyon sok helyre sikerült eljutatni ezt a kiadványt, és hál' Istennek olyan jól sikerült ez a történet, hogy elkezdtük folytatni, és akkor újabb embereket keresni. De iszonyatos tempóban. Hát megmondom őszintén, hogy Csaba olyan mértékűben kezdett el rajzolni, meg annyira belelkesedett itt az elsőnek a fogadtatásától, hogy ugye elég jó reklámot kaptunk, mert azért egy újdonság volt ez, hogy magyar zenekaroknak készül képregény, hogy ugye egyből jöttek mindenhonnan telefonok, interjúk, beszélgetések, úgyhogy a második rész is elég hamar megszületett, ő pedig az Egri Péterről, aki most a dalnak volt a zsűrje, ugye a Mystery Gang-el, neki egy amerikai sztori, ők kiállnak évente mindig itt a Las Vegas-i nagy koncertre, és erre készül, sajnos most az idén pont nem tudtak ott lenni, úgyhogy az angol nyelvű dolog ebből kimaradt, de lehet, hogy majd később, mert már megvan a fordítás, úgy volt, hogy kiviszik is kint Amerikába, itt Las Vegasban lesz ennek egy bemutatója, de tulajdonképpen csak magyar nyelven jelent most meg. Úgyhogy ez volt a második rész, ennek is nagyon nagy visszhangja volt. Hát sokan szeretik őket is, igen. Így van. Aztán jött a következő, hogyha már gyorsan végigmegyünk rajta, a Kemény Henrikről készült egy 40 oldalas. Ez volt az első kakukktojás, és ez iszonyatosan nagyot ütött.
Ezt nagyon-nagyon-nagyon megszerették. A Vojtina Bábszínházzal közösen Láposi Terka volt, aki azért egy nagyon komoly, elismert művész, itt bábművész, és egy nagyon-nagyon csodaszép bevezetőt is írt nekünk hozzá, illetve ő lektorálta szakmailag, ez egy nagyon komoly alkotás lett, és egy csodaszép sajtótájékoztatót tartottak nekünk a Vojtina Bábszínházban. Hatalmas molinót raktak, kivetítés volt, az eredeti bábokat elhozták Henny bácsinak, úgyhogy ez egy csodás alkotás, úgyhogy azóta is, most már angolul is megjelent. Ez sajnos abból még nincs nekem példányom, mert pont most a Színház Olimpiára vitték el az angol nyelvű változatot a Henny bácsiból. A következő volt a Henry Rollins, aki akkor februárban jött, ez már februári számunk volt, jött Magyarországra, neki készítettünk egy színes angol nyelvű kis életművet bemutató Lemivel, mindenkivel együtt. Hát ővel egyeztettünk, Henry Rollins-szal, felhívtuk, hogy hello, szeretnénk egy ilyen képregényt készíteni, mondta, oké, persze, semmi akadály, csináljátok. Igazából bíztunk benne, hogy hát az ő mörcsébe, tehát ő fogja tudni majd az Európa turnéján árusítani, de kiderült, hogy itt Amerika, meg olyan szerződéseket kellett volna kötnünk, hogy nem tudtuk, de engedélyezt, hogy áruljuk, úgyhogy lehet is árusítani. Eddig ez a legnépszerűbb kiadványunk volt, ami magyar, angolul és magyarul is megjelent. Ő volt, amiből eddig a legtöbb fogyott tulajdonképpen, tehát így több száz példányt rendeltek, így meglepően. Ő világsztár. Hát ő egy világsztár, igen, ő elég sokan rendelték, szerették. A következő kiadványunk, itt vagyok még gyorsan, ez a Beatlesnek az első, a John Lennonnak tulajdonképpen a Beatles előzenekárának az életét mutatja be John Lennon, ugye neki az első zenekar, ez a Carryman nevű zenekar volt, akik jártak utána később itt Magyarországon is, és ennek a történetét meséli el John Lennon a Cutor Zoli bevezetőjével ellátott kis, szintén 30 oldalas kiadványban, a Beatles Múzeummal együtt sikerült ezt a kiadványt összehoznunk, ott lehet megvásárolni, illetve a képregény szaküzletekben. Hát ez megjelent angolul is, úgyhogy effektíve már van 3 angol nyelvű kiadványunk. Na és itt a legfrissebb. És itt a legfrissebb, igen, gyorsan térünk erre. De nem, csak hogy ennek persze, volt, amikor te éppen kórházban voltál, ennek igen, volt a bemutatója. Bemutatója volt, ugye a Hatházi László, a debreceni humorista, ugye, neki van egy kívülző jó zenész. És meglepően jól gitározik a csávó, úgyhogy vele van egy ilyen fiktív történet tulajdonképpen. Hát itt a lényeg, hogy a Blues from Hell nevű zenekarával fellépnek az AC/DC előtt, és ott mindenféle kalandok zajlanak, úgyhogy itt vannak ebből a képek, ilyen mindenféle jópofa, ilyen humoros történetek, úgyhogy aki jót akar röhögni, akkor az meg szereti az AC/DC-t, meg Hatházit is, meg a blues zenét is, meg a képregényeket is, meg egy kicsit a szexuális identitása is helyén van, annak érdemes bele lapozgatni, illetve megvásárolni ezt a kis kiadványt, úgyhogy ez már így már, ha jól tudom, ez a 8. igen, és a 9. a Henriknek az angol fordítása, amiből sajnos nekem itt nincsen, de tulajdonképpen ennyi az ív. Ez a képregény egy olyan szubkultúra, ami szerintem sosem volt igazán szubkultúra, szóval sokan szeretik. Annyi, hogy most részt ütöttetek a nem létező pajzson, mert ebben a témában viszont, és nagyon igényes, ezt nem azért mondom, mert szemtől szemben. Nem, Nándor. Nándor Tamás official. Nándor Tamás official. Nándor Tamás Tessék official. Nándor Tamás official. Hogyha feliratkoztok. Ha feliratkoztok a Nándor Tamás official-re. Igen, és akkor nézzétek a bandanát. Igyekem a szájába Zoltánnak is, Gangstának is, ami időrendben később lesz. Én adtam már neked ebben? Nem. Oké, akkor ez meg az én, hát nem új, de legfrissebb könyvem, majd itt dedikálunk össze-vissza. Sőt, hogyha feliratkoztok, akkor még lesz büntetés is lesz, mert még ebből is lehet majd nyerni.
Ezt most Labi bácsinak átadom. Nagyon szépen köszönöm. Remélem, akkor tetszeni fog neki. Szuper. Majd persze dedikálunk, csak tóra nyilván nem osztunk. Jó, akkor én cserébe kapsz egy ilyen, jaj, köszönöm, egy ilyen határozist. Jó? Oké, nagyon jó lesz ez a határozist neked? Nekem nagyon jó lesz, nekem minden jó lesz. Így van, mert én ezt föl fogom ajánlani, mert nekem van egy ilyenem. Há, mert én vettem. Na, az azt mondták a Mester Csabék, hogy ó, hát beharangoztad, írtál róla, mondom, add ide cash, nekem így. Ez a beszéd. Viszont vannak rendes emberek. Hát nem, vannak pénzesek, csak ja, nem én vagyok az. Viszont ezt, és egy ilyet, nem a Labiét, dedikálva megnyerhetitek. Föl kell iratkozni a Nándor Tamás Officialra, nézzétek a banderát, szurkoljatok Labinak és a Képregény Projectnek, és nézzetek bennünket, jövünk, fest, amikor csak tudunk. Köszönjük szépen, Labi bácsi, rock and roll! Rock and roll, sziasztok!